Tiszteletben fogom tartani a vizsgálat eredményét. Ezt mondta a Plágium ügyről Brüsszelben Schmidt Pál a Brux Infónak adott interjúban. Arra a kérdésre, hogy ez pontosan mit jelent, így felelt. Azt, hogy tudomásul veszem. Schmidt Pál arról is beszélt, hogy a botrány ellenére változatlanul érzi az emberek felé irányuló szeretetét és bizalmát. Az államfő ma a szlovén köztársasági elnökkel Danilo Türkel találkozott Szentgotthárdon, ahol a kisebbségek helyzetéről beszélt. Schmidt Pál találkozott Danilo Türk szlovén államfővel a Magyar Szlovén Üzleti Fórumon, ahol a két ország gazdasági és kisebbségi kapcsolatairól is beszéltek. Kisebbségek jogait nem csak szavakban és papíron lehet védeni, hanem tettekben is, és ez nagyon fontos. Schmidt Pál az egyre hosszabb plágiumbotrány ellenére még mindig a többség elnökének érzi magát. A felém irányuló szeretetet és bizalmat változatlanul érzem. Nyilvánvaló, hogy az ország kétharmadának még mindig megfelelő elnök vagyok. Ezt mondta a Brooks adott interjújában tegnap arra a kérdésre, hogy nem gondolja, hogy a plágium gyanú már annyit ártott személyének és a köztársasági elnöki intézménynek, hogy távoznia kellene a pozíciójából. Schmidt Pál azt is mondta, tiszteletben fogom tartani a vizsgálat eredményét, a kérdésre, hogy ez pontosan mit jelent, úgy felelt, azt, hogy tudomásul veszem. A plágium azonban messze menőkig visszautasítom, mondta. Schmidt szerint fel sem merülhet vele szemben a plágium vágya, mert pontosan megjelölte a forrásokat a dolgozatában. Hozzátette, ez nem egy PhD volt a mostani elvárásokkal, hanem egy kis doktori húsz évvel ezelőtt, ami írógéppel készült. Valószínűleg az, hogy most 20 évvel a dolgozat megírása után került elő az ügy, annak köszönhető, hogy megpróbáltam segíteni a kormány munkáját, és a törvényalkotásban inkább motor voltam, mint sem fék, jelentette ismét Pál.